Ráébreszteni az embereket az erdő, a vadvilág szeretetére, a természetjárás fontosságára. Ez a célja a Miskolci Egyetemen nyílt fotókiállításnak. A gimnazista diák Bóta István fotói kizárólag vadmegfigyelés közben készültek. Beállított fotók egyáltalán nincsenek a tárlaton. Stílszerűen fanfárok hangjával kezdődött a kiállítás. Ifjabb Bóta István 2015-től fotóz azzal a céllal, hogy képeivel felhívja a diáktársai figyelmét a minket körbevevő varázslatos élővilágra. 24 fénykép látható a kiállításon, főleg vadat szeretek fényképezni, tehát a hazai nagyvadjaink láthatók a képeimen, de emellett természetesen tájfotók is ki vannak állítva, hiszen a vadfotózás mellett rengeteg érdekes és csodaszép területen járok, és készítetek felvételeket. A kiváló minőségű élőhely és vadállomány megteremtéséért hatalmas munkát végeznek a vadászok. A fotók ezt a fáradtságot nem kímélő és nem kevés kitartást igénylő tevékenységet is hűen tükrözik, mondta köszöntőjében Színai Attila, a közigazgatási államtitkár. Én azt hiszem, hogy az a fontos tudnivaló az alkotóról is, hogy ő egyfajta kapocs a természetvédők, a vadászok és a laikus közönség között. Nagyon sokat tudunk a minket körülvelő világról, de mégis az a látásmód, ahogy ifjabb Bóta István megmutatja nekünk a természetet, az felhívja arra a figyelmet, hogy milyen apró részletek, milyen gyönyörű részletek és milyen nagyon fontos mechanizmusokkal bír a maga az élővilág. A kiállítás október közepéig látható a Miskolci Egyetem főépületének aulájában.